Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma egy különleges fűszernövényről fogunk beszélgetni, kérem szépen a jóféle sáfrányról, amit hála Istennek újra felfedeztek Magyarországon is, hiszen azt tudjuk, hogy hosszú-hosszú ideig a Kárpát-medence egyik meghatározó árucikke volt, vendégem pedig Horváth Lénárd, a Magyarországi Sáfránytenyésztők Szövetségének elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok. No, el fogunk jutni Úrhidáig, ahol mi már jártunk, és erről majd a későbbiekben képeket is láttunk, de méltatlanul keveset tudunk erről a fűszernövényről. Ismerkedjünk meg vele. Hát igazából a legrégebbi fűszernövénye a történelemnek, a termesztett fűszernövénye a történelemnek, már a Biblia is említi. Egyébként eredendően Kréta szigetéről származik, úgy tartják ma, a Crocus cartwrightianusnak a triploid változata, ha botanikusan próbálnám megközelíteni. Tehát egy meddő növény, abból szelektálódott az évezredek során. A bibéjét gyűjtjük főként, de szirmát is, hát rákgyógyszerekhez használják például, Alzheimer gyógyszerekhez használják, vagy magát teaként is így fogyasztják, illetve fűszerként. Miért felejtettük el? Hát azért itt nálunk eléggé a történelem, még a két világháború között még termesztették, főként felvidéki területeken, a visszacsatolt felvidéki területeinken még termesztették itt a Kárpát-medencében. Aztán ugye azért, amikor a piroslábasos krumplis tészta gasztronómia jelent meg itt Magyarországon, ugye itt a Kádár rendszerben, akkor teljes egészében ez egy ilyen úri passzióként tekintettek erre a növényre, és így kipusztult a magyar gasztronómiából. Azok az idősek pedig, akik ugye még a két világháború között még értették, használták, vagy esetleg oda az, még jelen volt a fűszeres kertjükben, ők pedig hát sajnos elmentek már közülünk. Ugyanis hát azért, ahogy beszéltünk róla, a világ legdrágább fűszernövénye. Nagyon fontos, érteni kell hozzá, tehát ez úgy alapból, hogy valaki egyik pillanatról a másikra nem tud sáfránytenyésztő, termesztő lenni, nyilvánvaló, bár tanulható nyilván tanulható minden más, de ugye az arany áránál is drágábba kerül arányaiban, ha így nézzük. És hogy bukkantál rá például te magad? Édesanyám kiköltözött Spanyolországba, és kinti spanyol barátaink ismertették meg a spanyol gasztronómiát számunkra. És hát ott nagyon sok sáfrányt, jóféle sáfrányt használnak az ételekhez, és nagyon megszerettük. Aztán kicsikét borsos az ára, és elkezdtem vakargatni a fejemet, hogy mi lenne, hogyha esetleg magamnak termesztenék. És aztán kiderült, elkezdtünk utána olvasni, kiderült, hogy itt Magyarországon ennek hagyományai is vannak, sőt, nagyon jól érzi magát itt a Kárpát-medencében ez a növény. Ráadásul itt a globális klímaváltozásnak köszönhetően egyre inkább, tehát optimálissá válik a Kárpát-medence a jóféle sáfrány számára. Ugye Lelked Jobbik fejével Úrhidára költöztetek. Mi volt szerencsénk látni ezt az ültetvényt. Ez egy, tehát érteni kell hozzá. Tehát ez tipikusan az a fajta fűszernövény, ami csak úgy nem kerülhet az asztalra. Így van. Hát nyilván ma a mezőgazdaságban nagyon sokan szeretik azt, hogyha valamit gépekkel automatizálva meg lehet művelni. Tehát a sáfrány pont ennek az ellentétje. Alapvetően azok számára lehet válasz termelésben is, akik kis területtel rendelkeznek, de elhivatottak a kertészet felé, elhivatottak a növénytermesztés felé. Ő számukra ez azért odafigyeléssel, de termeszthető növény. Igen, kényes, tehát kényes. Tehát nyilván kényes. Milyen talajt szeret a sáfrány? A 6-os és 8-as pH között, vagy 6,5 és 8-as pH közötti. Hát azt szokták mondani, hogy a félkötött talajok azok, amik jók nekik. Nálam extrém messzes és kötött talaj van, de itt is jól működik. Igazából azt kell látni, hogy ha termesztésen belül nézzük, én még ilyen ortodoxabb is vagyok, tehát az adott területre nagyon hamar lehet szelektálni alkalmazkodó növényt, mert folyamatosan mutálódik egyébként ez a növény. Amikor úgy döntöttetek, hogy ezt megpróbálod, akkor melyek voltak az első lépcsők? Hiszen nyilvánvaló, hogy ezt is meg kell tanulni. Az első lépcsők, szerencsénk van, anyukámnak van egy barátnője, Húliának hívják, és
nekik a családban van sáfránytermesztő. Tehát az első lépcső az volt, hogy elmentem hozzájuk megnézni egy ilyen ültetvényt. Ez Valencia mellett volt, ezt az ültetvényt ott néztem. És aztán többször visszamentünk, megnéztük különböző munkafázisokat, különböző szakaszokat, kérdezgettük a problémákról. Hozzátartozik azért az is, hogy aztán mit találtunk régi könyvet 1920-as évekből, az az utolsó olyan könyv, ami még foglalkozott a jóféle sáfrány, akkor kiderült, hogy nem jók azok a, tehát kis mennyiségben hoztunk be Magyarországra, elkezdtük próbálgatni a sáfrányt, és aztán kiderült, hogy részben hibásak azok a fajta tanácsok, amik ebben a könyvben vannak, vagy hát ezek a sáfrányra használnak, és elkezdtünk gondolkodni, elkezdtük azokat a spanyol tapasztalatokat is megfigyelni, egyre többet külföldi szakirodalmat utána olvasni. Például az iráni szakirodalmak nagyon izgalmasak. Szerencsére a spanyol szövetség, a La Mancha-i szövetség, akikkel felvettük a kapcsolatot, náluk nagyon sok olyan tanulmány van, ami eredetileg Iránból származik, nem tudom, hogyan szerzik meg őket, és ezek spanyolról már könnyebben kerülnek át magyar nyelvre. Igen, érdekes, amit mondasz, hiszen mi azt mondjuk, hogy az ősidőktől már Magyarországon termesztették, ugyanakkor mégis leginkább Magyarországon az 1400-as évekig tudjuk viszont. Távol-keleten terjedt el, tehát India, Iránt említetted. Igen. Hát Irán jelen pillanatban, helyesebben ez tavaly előtti adat, és iráni adat, tehát azért fenntartásokkal kezeljük, de a világ termelésének 97%-át adja. Tehát olyan szinten, ugye eredetileg ugye a görögöknél is jelen van még, de ők már a ranglistán már valahol nagyon hátul kullognak. Nagyjából egy ilyen 50 és 70 kg szárított sáfrányba éves terméssel. Csak hogy érzékeljék a nézők is, az éves iráni termelés 300 ezer kilogramm szárított sáfrányba. Tehát igen, itt a képeken látták talán a kedves nézőink, hogy milyen munkás folyamatokat igen. kell megtenniük a gazdáknak, mire ebből valóban fűszer lesz. És azért tegyük hozzá, hogy ezt nem kell ledarálni. Így van. Említsük meg. Így van, tehát hogyha esetleg odahaza valaki vásárolni szeretne sáfrányt, arra kell figyelni, hogy nem célszerű megvenni a jóféle sáfrányból az őrölt, tehát nagyon-nagyon nagy mértékben hamisítják, illetve nem tudjuk a minőségét azonnal, tehát szemre nem tudjuk megállapítani, hogy jó-e a minőség, vagy nem jó az a minőség. Tehát mi például itt Magyarországon, akik a szövetség tagjai vagyunk, mi azt vállaltuk, hogy mi nem is gyártunk. Tehát mi nem gyártunk őrleményt. Pontosan azért nem gyártunk őrleményt, ugyanúgy, ahogy egyébként a La Mancha-iak sem készítenek őrleményt matricával. Tehát a saját La Mancha-i matricájukkal nem kerül fel őrlemény. Pontosan azért, hogy ne lehessen higítani mondjuk marokkóival, jobb esetben, tehát más területről származó gyengébb minőségű, vagy iránival. Tehát gyengébb minőségű termékkel, vagy olyan dolgokkal, mondjuk sáfrányos szeklicével, ugye, amivel nagyon gyakran. Mi határozza szokta. Meg a minőséget? A minőséget azt határozza meg, hogy a bibét hogyan szedjük le, tehát egyrésztről milyen gyorsan szedjük le, hogyan szárítjuk. A bibének többféle tépési módja van, erre van egy nemzetközi ISO-szabvány, tehát egy ötféle kategóriába sorolják a sáfránybibének a szürete során is, hogy hol tépem el a sáfránybibét. Mi a felső kategóriát gyártjuk csak, tehát ez szintén hozzátartozik, akár csak például Abruzzóban, ugye Olaszországban, vagy akár La Manchában, tehát a La Manchai. Ez a három olyan szövetség igyekszik most úgy működni, mert mennyiségben nem fogunk tudni a jövőben sem versenyezni Iránnal, nem is akarunk versenyezni. Tehát mi gyógyszerészeti minőségre próbálunk ráállni, akár csak az Abruzzóban. A gyógyszerészetről fogunk beszélni, hiszen számtalan betegséget gyógyít, illetve nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor egy kicsit a szövetségről beszéljünk, hiszen egy szövetség, azt mondom, hogy bizonyos idő után már meghatározza önmagát. Tehát minőséget ad, mennyiséget ad, és alapvető dolgokat határoz meg. Mennyien vagytok ti Magyarországon? Most jelen pillanatban nagyjából egy tucat, és három meghatározó
termesztő van az országban, akik mérhető mennyiséget is gyártunk. De pont a következő évtől kezdődően reményeink szerint elég sokan kerestek most fel bennünket, hogy szeretnének telepíteni, szeretnének bekapcsolódni, át is fogjuk alakítani a működését. Tehát egyrésztről egy érdekvédelmi szervezetként próbálnánk működni, másrésztről pedig egy közös kereskedelmi részt próbálunk felépíteni a rendszerünknek. Illetve előfordul, hogy nem magyarországi sáfránytermesztők országos szövetség, leszünk a júliustól, ez majd a júliusi találkozónkon fog függni, hanem Kárpát-medencei, ugyanis az egyetlen nagy szlovén termelő szóban már szeretett volna, régi Zala megye területe egyébként csatlakozni, illetve szerbiai, szerb, illetve magyar kistermelők szeretnének ehhez csatlakozni, nagyon jó minőségben gyártanak. Nekik is tetszik az a fajta együttműködés, amivel egyrészt megpróbáljuk kizárni azokat a felvásárlói köröket, akik más ország számára és más ország címkéjével vásárolták eddig fel a magyar termelőktől tehát mi nyugati szomszédaink egyébként. Világos. Ilyen működik egyébként a La Mancha-i Szövetségnél is, mert ők sem szolgálják ki ezeket a felvásárlókat, tehát ezt próbálnánk meg a minőségi terméknél, és úgy néz ki, hogy talán abzabrudzóiak is hajlanak ebbe az irányba, tehát hogy a prémium terméket az adott szövetségek tudják csak. A mennyiségben nem fogunk tudni, nem is akarunk versenyezni, viszont nekünk nagyon fontos az, hogy a termelő, ha már megdolgozik a saját kezével, tehát mondok egy példát, 1 kg prémium termék előállításához, tehát 5-ös kategória előállításához nagyjából 500 munkaórára van szükség. Abruzzóiak szerint 490, mi úgy mértük, hogy ilyen 500-510 munkaóra, biztos egy kicsit gyakorlottabbak, tehát mi még nagyon, itt Magyarországon nagyon gyerekcipőben járunk, ugyanúgy a szövetségünk is, szépen lassan próbálunk építkezni, tehát mi hosszú távra előre nézünk. Spanyoloknál is egyébként a La Mancha-i Szövetség 2009-ben kezdett el ilyen mértékben összezárni, igazából az ő rendszerüket igyekszünk másolni, nyilván magyar sajátosságokra. Tehát ők a válság időszaka alatt felismerték azt, hogy a spanyol termelés, ami folyamatosan neki állt zuhanni, pontosan azért, mert már a termelők nem termeltek, csak marokkóit vásároltak, vagy iránit vásároltak és csomagoltak. Egy fontos számukra a minőség, fontos számukra, de ehhez ki kell kapcsolni a láncból azokat a viszonteladókat, tehát nem lédikben szállítani. Tehát félértés, ne essék, kiszolgálunk mi például osztrák vásárlót is, stb. Csak saját csomagolással. De nyitott a piac, azt mondhatjuk? Nyitott a piac, így van. Tehát várják ezt. Így van. És az, hogy van. Most... Az a pont, hogy nem tudunk jelen pillanatban kellő mennyiséget előállítani. Tehát most jelen pillanatban nekünk, ami felé próbálunk nyitni, hogy a nagyobb feldolgozók felé megbízható mennyiséget tudjunk előállítani. Igen, hát ez prémium termék így mindenképpen, így nem van. Csak az ára okán, hanem így nyilván van. A felhasználási lehetősége miatt is. Tehát akkor elértünk addig, hogy ismét a Kárpát-medence lesz a központ, ha úgy tetszik, Európában. Nem központ, de egy olyan egyéni íz, mint mondjuk az olaszoknál Abruzzo, vagy mint mondjuk a spanyoloknál La Mancha. Tehát az hozzá tartozik, hogy ez úgy, én mindig a borhoz hasonlítom egyébként a sáfrányt, tehát egyéni jegyei vannak ennek a fűszernek, bocsánat, érzékszerű bíráló is vagyok, és mi szoktuk így is vizsgálni a termékeket, hogy de még tejegységre is meg fogja tudni mondani az ember azt, hogy itt Magyarországon belül is, hogy na ez zalahársrágyi, vagy na ez úrhidai, vagy na ez szadai ez a termék. Tehát más illatra, más ízre egy picivel, nyilván megvannak a sáfrány jegyei, tehát a citrusos, kardamomos, fémes, keserny és üdesége megvan ezeknek a termékeknek, de eltolódnak a másodlagos aromák, súlypontok. Nyilván a talaj is meghatározza, az a termelő is, a termelési hozzáállás, a szárítás is.
És itt a szárítással kapcsolatban mi az elmúlt években kidolgoztunk egy kis érdekességet. Egyetlen egy dologban nem fogadjuk el az iráni szabványt. Tehát a nemzetközi szabványt. Mert az mennyiben különbözik? Ez a szárítást is módosítaná, és a szárításban mi úgy gondoltuk, hogy hatóanyag megőrzése nekünk a fő cél. Tudni kell azt, hogy a jóféle sáfránynak a szárítása, arra kell figyelni, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt, tehát fél órán belül le kell szárítani a bibéket, tehát a száradási idő indulástól zárásig fél óránál több időnek nem szabad eltelni. 68,5 fok hőmérséklet különbség közlés mindenképpen kötelező a szárítási, tehát egy görbe mentén szárítunk, hőgörbe mentén szárítunk, ahhoz, hogy másodlagos aromatikák kialakuljanak, tehát átalakuljanak, bizonyos anyagok átalakuljanak, bizonyos anyagok stabilizálódjanak, tehát több mint 200 hatóanyag van egyébként a sáfrányban, ennyit ismernek, feltétlenül van benne több harmadlagos, stb. Aroma is, de hogy ezek megfelelően kialakuljanak, stabilizálódjanak, ez minimum 68,5 fok hőmérséklet különbség kell, de az ideális a 101 fok hőmérséklet különbség. És azt is tudni kell, hogy 83 fok fölött viszont elkezd kiégni körülbelül 40 féle másodlagos aromatika az anyagban. Ugye a prémium termékeket Abruzzóban is, La Manchában is általában pörkölik, tehát rápörkölnek. Most már szárítják, de rápörkölnek a termékekre. Mi elkezdtünk gondolkodni, hát nyilván meg kell, hogy legyen ők is a 101 fokra nyomul, tehát törekednek. Elkezdtünk gondolkodni, és hát arra jutottunk, megvizsgáltuk, hogy nem én sajnos, hanem egy gyógyszerész tagunk megvizsgálta azt, hogy ezek közül az anyagok közül, amik az aromát okozzák, fagyra hogyan reagálnak ezek az anyagok. Egyetlen egy anyag, tehát a 42 másodlagos aromából egyetlen egy az, ami nem kedveli a negatív hőmérséklet tartományokat. Éppen ezért mi szárítás előtt mínusz 25 fokra, vagy mínusz 23-ra, attól függ, hogy melyik termelőről beszélünk, levisszük a terméknek, tehát a lebibézett sáfrány bibének, tehát a nyers sáfrány bibének a hőmérsékletét, tehát egy fagyasztási sokkot végzünk, és innen hirtelen 82 vagy 83 fokos, tehát nem túlhaladva 83 fokot, egy meghatározott hőgörbével leszárítjuk. Nagyjából, hát nálam 18 perc a szárítási idő, van akinél 13 és 18 perc között, attól függ, hogy melyik hőgörbénket nézzük. Van kétféle ütem, amit mi kialakítottunk ízre, illatra, és ezt a kettőt keverjük. Tehát rendkívüli odafigyelést igényel mindenki. Ilyen szempontból mindenképpen. Igazából maga a termesztés az, ami egy kicsikét elgondolkodtatóbb, mert abban vannak komoly rizikók. Melyik a leginkább az a rizikófaktor, ami elkerülhetetlen? Hát elkerülni igyekszünk mindegyiket. Igen, elkerülni igyekszünk mindegyiket. Amitől nagyon félünk, az a tőrohadás. Tehát az, ami egy egész ültetvényt is elvihet, illetve amitől már szintén nagyon félünk, az a pocok, de hát, hogyha elég sok macskát etetünk a területen, az azért távol tartja őket. Tehát alapvetően a tőrohadás az. Nekem főleg problémás, mert én egy más, tehát én nem az úgynevezett hagyományos iráni vagy spanyol rendszerben termesztek, hanem egy ilyen Kazahsztánban bevett szokás szerint egy sűrűbb tőszámmal, tehát én egy feltöltéses rendszert játszom. Tehát ennek az a lényege, hogy jobban össze vannak sűrítve az ültetvény, és azt használom ki, hogy évente 2,5 centit felfelé vándorol a telep, a gumó, hagymagumó. Én évente
3 cm friss tápanyagot, tömény tápanyagot, tehát szerves tápanyagot töltök a területre. No, ugye arról már beszéltünk, hogy élelmiszerként miként hasznosítható, mire jó, hiszen itt olvasom, egyébként meglepődéssel olvastam, hogy a húsok, halak fűszerezésével jól harmonizál, fokhagyma, rozmarin, babér és boróka, ugyanakkor nem fér össze a paprikával, tehát ez egy fontos... Illetve hát van olyan fűszerkönyv, ami állítja, hogy a benne lévő keserű anyagok harmonizáltathatóak a paprika füstösségével, ízlés dolga igazából, ízlés dolga, de szerintem egyébként a paprikával nem harmonizál. Meg, hogy összefér a szegfüsszeggel, gyömbérrel, kakóval, vanília, citrusfélék, vaníliával, stb. Fejőfélék, lehet, és hogy jó a sajtokhoz. Így van. Borok közül szerinted leginkább egy jó szexárdi kadarkával, de amit igazán fontos nekünk ebben, hiszen a legtöbbet kutatott természetes gyógyszerek közé tartozik, és kutatják, és eredményeket érnek el. Erről essék még szó, mert én azt hiszem, hogy ez remekül kiegészíti, hogy miért is fontos ez nekünk itthon Magyarországon is. Hát most a legnagyobb érdekesség az, hogy szeptemberben több tanulmány is kijött, a nemzetközi orvosi szaklapok közölték azt. Egyrészt az Athéni Egyetemnek a kutatása, másrészt az Iránban van egyébként egy kutatóközpont, ami kifejezetten a sáfrányt kutatja, a sáfránynak a hatóanyagait, tehát olyan, mint egy tudományos akadémia csak a sáfrányra, úgyhogy le vagyunk maradva ilyen szempontból itt Európában. Tehát kijött egy olyan kutatás, itt nyugaton, tehát Athéni Egyetemnél is, de kutatják Spanyolországban is ugyanezeket a COVID-19-re, kifejezetten a COVID-19-re vizsgálták meg a jóféle sáfránynak a hatóanyagait. És azt az Athéni Egyetem azt írta le, hogy 90%-ban nagy dózisú adagolása a már covidos betegeknél, a citokinvihar, tehát a súlyos covid, a citokinvihar elkerülését 90%-ban biztosítja. Tehát annak a valószínűségét 90, tehát hogy el fogja elkerülni a beteg. Továbbá lecsökkenti annak a kockázatát, hogy bármilyen covid vírus, tehát itt az influenza, meg amit tudom én, tehát bármilyen koronavírus szaporodása, az felszaporodjon. Ugyanakkor a tanulmány úgy záródik, és azért ez egy elég vicces történet, hogy tömeges használatra azért nem ajánlják, mert drága a terápia. Tehát ez ilyen szempontból egy érdekes... Világjárvány sem olcsó, teszem igen, hozzá. Igen, tehát ezért mondom, hogy egy kicsit azért lehet, hogy most cinikus vagyok, de alapvetően igen. Tehát. No, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépcső, amelyet te megtettél, és hát mi mást kívánhatnék, mint hogy ezt az utat folytasd, és a nézőknek pedig elmondom, hogy természetesen mi is folytatni fogjuk, hiszen ha hírek vannak, akkor arról figyelünk rá, és mindenképpen beszámolunk. Köszönöm szépen. Én hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, önök pedig az Agrárinfót látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra. Viszontlátásra.